Közös fotók készültek a Szekszárdi Tudásközpont alapkövének letétele előtt. A több mint 3500 négyzetméteres épületben kapnak helyet a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár, a levéltár, valamint konferenciák megtartására alkalmas helyiségek is. A felszabadult hely a megyeháza és a könyvtár épülete is, akkor az tovább hasznosításra kerülhet és más elképzelését tudja megvalósítani a város. A munka a területen augusztusban kezdődött, mostanra pedig már két hatalmas daru is dolgozik a helyszínen. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, az integrált tudásközpontot már több mint 10 éve tervezték Szekszárdon megépíteni. A beruházás ezért bekerült a megyei jogú város fejlesztési koncepciójába is. Akkor már kerestük a levéltárnak és a könyvtárnak a helyet, és már akkor felmerült, hogy a volt laktanya területe, ami egyik legértékesebb infrastruktúrája a városnak, hogy ezt hogyan tudnánk hasznosítani, és akkor ide megálltunk egy tudás központot, hogy a levéltárat, illetve a könyvtárakat egy épület blokkba. A beruházásra több mint 7 milliárd forintot költhet Szekszárd. A fejlesztést teljes egészében az állam finanszírozza a Modern Városok program keretében. Ami a jelentőségét mutatja, egyrészt ugye egy helyen lehet majd a felhasználóknak megtalálni mind a levéltári, mind a könyvtári funkciókat, illetve a korábban több épületben elhelyezett intézmények most egy helyen tudnak érvényesülni. Ezzel nyilván jelentős költségmegtakarítás van, és az állampolgároknak is sokkal könnyebb lesz ezeknek az intézményeknek a megközelítése, és a gyűjteményeknek is a levéltári iratoknak a feldolgozása, használata. A Szekszárdi Tudásközpont a tervek szerint legkésőbb 2023 második felére készül el.